Tisztelt miniszterelnök úr, 2011 óta Magyarországon a termékenység sosem csökkent az előző évihez képest. Legrosszabb esetben stagnált, de úgy tűnik, hogy idén akár még a csökkenésre is sor kerülhet. Pedig évente 15-20 ezerrel több gyermeknek kellene születnie a jelenleginél ahhoz, hogy a népességfogyást megállítsuk, és akkor az elvándorlásról még nem beszéltem. Gyermekvállalás helyett ugyanakkor ma sokkal jobban foglalkoztatja a családokat, hogy ki tudják-e fizetni a rezsit, lesz-e tanár az iskolákban, aki tanítsa a gyermekeiket, vagy hogyan oldják meg, ha ismételten online oktatást rendelnek el. Az önök gazdaságpolitikájának a következménye az is, hogy a német autógyárak és a multinacionális kereskedelmi láncok évente nagyságrendileg annyi pénzt visznek ki Magyarországról, amennyit önök a teljes rezsivédelmi alapra fordítanak. Ezek mindegyike nyilvánvalóan gátja lesz annak, hogy a termékenység növekedjen. Pedig teendő bőven lenne, miniszterelnök úr, hiszen a 25-34 éves korosztály 41%-a még mindig a szüleivel él, tehát amikor már a gyermekvállalásnak kellene aktuálisnak lennie, akkor még a lakhatás kérdése sem megoldott. A három gyermek után járó családi adókedvezmény kevesebb, mint fele annyit ér, mint amikor bevezették. Miért nem teszik infláció követővé ezt a családtámogatási formát, legalább a nyugdíjakhoz hasonlóan? Ilyen infláció mellett ez érdemi segítséget jelentene a családoknak. Ha ez a tendencia folytatódik, miniszterelnök úr, ami az elmúlt 12 évet is jellemezte, akkor egy fenntarthatatlan államháztartás felé rohanunk. Mit tesznek annak érdekében, hogy elkerüljük az összeomlást? Várom érdemi válaszát. Köszönöm szépen, alelnök asszony. A válaszra megadom a szót miniszterelnök úrnak. Parancsoljon, miniszterelnök úr. Tisztelt képviselő asszony, fél tucat kérdés volt ez, és mindegyik komoly. Két perc alatt nem lehet kimerítően válaszolni rájuk, ezért csak jelzésszerű válaszokat fogok adni. Kérem azt is vegye figyelembe, hogy ebben az évben a tavalyi SZIA mintegy 670 milliárdos összegét visszafizettük azoknak a családoknak, akik azt megkeresték és befizették. Korábban ilyen nem volt, ez nagy segítség ebben az évben. Szeretném elmondani önnek, hogyha a családi adókedvezményt vagy a nyugdíjon kívül bármilyen juttatást az inflációhoz kötnénk, ilyen szankciós politika okozta infláció mellett az azonos lenne a biztos államcsőddel. Ne javasoljon ilyet. Azt javasolhatja, sőt, persze azt javasol, amit akar, de azt meg tudjuk fogadni azokat a javaslatokat, amelyek arról szolgálnak, hogy minél inkább emeljük meg azokat a családtámogatási elemeket, amelyek fontosak az embereknek. A nyugdíjat az inflációhoz kötjük, ennél többet a magyar gazdaság sem most, sem a következő években nem tud vállalni. De azt gondolom, hogy az korrekt és fair dolog, hogy egyetlen olyan csoportja van a magyar társadalomnak, az akit munkája alapján megillető jövedelme, vagyis a nyugdíja inflációhoz kötött. Ezt meg tudjuk tartani, ki is fogjuk fizetni azt, ami jár. Online oktatás nem lesz, arról most nem érdemes spekulálnunk. Ami a demográfiai fölvetést illeti, egyetértek a helyzetelemzésével, meg talán az ahhoz fűzött véleményével is. Sok minden történt az elmúlt 12 évben családtámogatás ügyében. Erről beszéltem ma délelőtt, vagy ma délután is. Miközben nagyon sok erőfeszítést tettünk, áttörést nem sikerült elérni. Ezért folytatnunk kell a munkát. Decemberben véglegesítjük a következő évi költségvetést, és abban szeretnék a mostani energiaválság ellenére is újabb családpolitikai, családokat támogató lépéseket bemutatni a tisztelt háznak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Egy perces viszontválasz illeti meg alelnök asszony, parancsoljon. Miniszterelnök úr, higgyel, hogy ismerem és el is ismerem az önök erőfeszítéseit, amit a családpolitika területén tettek. Ugyanakkor 12 év után levonhatjuk azt a konzekvenciát, hogy ez kevés és nem elég hatékony. Szeretnék még két aspektust ezért a figyelmébe ajánlani, amely területeken komoly intézkedésekre van szükség. Idén nagyjából 70 olyan munkanap van, amikor a családoknak kell gondoskodniuk a gyermekük felügyeletéről, mert iskola és óvodaszünet és egyéb okok miatt
miatt erre szükség van, ez óriási hátrányt jelent a munkaerőpiacon a gyermektelenekhez képest. Másrésztről az első gyermek vállalásakor rendkívüli mértékben kitolódott az édesanyák életkora, amire szintén az elmúlt 12 évben a kormányzat nem adott választ, pedig ez már 2010-ben is látható volt, és itt is nagyon komoly intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy ezekben a családokban a tervezett gyermekek meg tudjanak születni, tehát nem csak bővítésre van szükség, hanem egészen új területeknek a megnyitására is, és szemléletváltásra is a családpolitikában. Köszönöm szépen. Egy perces viszontválasz illeti meg a miniszterelnök urat is. Parancsoljon. Hiszem, hogy minden szavával egyetértek. Azt kérem csak, hogy azt talán méltányolja, hogy dacára annak, hogy beütött a Covid-válság, most még beüt a szankciós gazdasági válság, a családtámogatási elemekből semmit sem vettünk el. Mindet megvédtük, és mindet fönntartottuk. A pénzügyminiszter majd megró, mert még nem tartunk ott, hogy erről beszéljek itt a ház ülésén, de egyetértve önnel a december elején tervezett intézkedések között elsősorban olyanoknak kell szerepelniük, amely ahhoz segítik a fiatal lányokat, asszonyokat, hogy 30 éves kor előtt meg tudják szülni az első gyermeküket, úgyhogy számolunk, osztunk, szorzunk. Azon vagyok, hogy abban az esetben, hogyha valaki ugyan elhagyta a 25. életévét, és már nem járna neki az SZIA-mentesség, de ha vállalja, hogy megszül egy gyermeket 25 és 30 éves kora között, akkor 30 éves koráig ezt a mentességet továbbra is élvezhesse. Remélem, hogy december 1-én sikerül matematikailag is alátámasztani.